Tavaly decemberben kiestek, most fölényes szerepléssel köszörülték ki a csorbát, mind az öt ellenfelét verve nyerte meg a magyar férfi junior jégkorong válogatott a litvániai divízió 2x A-s VB-t, és jutott fel a divízió 1x B-be 36-9-es gólkülönbséggel. Stipsics Bence az U20-as brigád macos védője és Nagy Attila csapatvezető értékel most velünk. Sziasztok! Jó reggelt kívánok! Gratulálok a sikerhez. Ugye visszajutás a divízió 1x B-be. A teljes magyar jégkorong számára milyennek a sikernek most az értéke, Attila? Jó reggelt kívánok, szia! Helyén kell kezelni a sikert. A tavalyi évben volt egy botlás, út. Kisiklás. Már a világbajnokság után, a tavaly után elkezdtük a felkészülést mondhatni erre, hogy csak a visszajutás elfogadható. Úgy gondolom, a srácok megtettek mindent, és ez egy szép siker azért a sportágban ilyen meggyőzően megverni mind az négy csapatot, aki ellenünk játszott. Na most, Bence, azt nézzük meg, hogy ha ugye azzal a célon indultatok a világbajnokságnak, hogy fel kell jutni, győzni kell, de ez a kötelező jelleg, ez mekkora nyomást helyezett rátok? Valóban azzal indultunk, hogy kötelező feljutni. Én úgy gondolom, hogy annyira nagy nyomást nem helyezett ránk, mert mindenki ezt akarta, ez volt a cél. Tehát én nem gondolom azt, hogy olyan óriási külső nyomás lett volna. Na most előzetesen elemezve az ellenfelek tudását, kik ellen számítottatok nehézségekre? Még Kórával sose játszottunk a világbajnokság előtt, ezért róluk nem nagyon tudtunk semmit. Tudtuk, hogy gyorsak és fegyelmezett hokit fognak játszani. Tehát szerintem ők voltak a legmeglepőbbek. A többi csapattal már játszottunk korábban, így belőlük elég jól fel tudtunk készülni. Na most Attila, a végén lehet azt mondani, hogy könnyebb volt, mint gondoltátok? Hát utólag visszatekintve igen, de ott akkor a helyszínen minden meccs előtt mindenkibe volt egy kis izgalom, hogy jaj, milyen lehet majd ellenük játszani, de az első harmadok után azért már megnyugodva nézhettük a meccseket. És hogyha nem csak rájuk gondolunk, hanem az egész világbajnokságra, arra is igaz, hogy utólag könnyebbnek bizonyult, mint amivel számítottatok? Hát foglaltunk egy jó repülőjáratot, amivel a legkevesebb idő alatt tudtunk volna kérni, de törölték a gépet, ezért a Ferihegy vendégszeretetét élveztük 12 órán keresztül, és csak utána hajnali 3-kor értünk ki Vilniusba. Ezért nem indult olyan zökkenőmentesen, ahogy terveztük, de napról napra jobban belerázottunk, és hát az utolsó nap volt a legjobb. Uh-huh. Hát ezek szerint akkor ez már így indulásnál a kellemetlenségeken túl voltatok, utána már csak a jó dolgok jöttek. Ugye ennek az U20-as válogatottnak a fontosságát nyilván az is jelzi, hogy Csernomász kapitány irányította a világbajnokságon, igaz? Igen, ugye ő a felnőtt válogatott szövetségi kapitánya is. A tavalyi évben is a válogatottba áprilisban már 2 játékost meghívott az U20-as keretből. Úgyhogy nagyon jó ajánló levél a fiataloknak, az itt nyújtott jó teljesítménye arra, hogy akár a februári, akár az áprilisi keretbe bekerüljenek. Te hogyan jellemeznéd, Bence, a mestert? Miben volt extra, miért volt fontos számodra az ő jelenléte? Hát minden mérkőzés előtt videóztunk, az ellenfél csapat taktikáit átnéztük, illetve a saját meccseinket. Mit tudunk javítani, szerintem az nagyon sokat segített, és magának az edzőnek a személyisége, hogy nyomta a csapatot, hajtott minket, és az nagyon nagy pluszt ad a játékosoknak mindig. Még azt is simán elfogadjátok tőle, hogy a kütyüket meg a mobiltelefonokat elveszi úgy naponta mennyi 20-22 órára? Hát persze, ennek megvan a funkciója, tehát ez fontos, hogy jobban koncentráljunk, ne állandóan a telefonunkat nyomkodjuk. Sajnos azért manapság sokan folyamatosan nyomkodják a telefonjukat. Vagy a mellette ülővel. Igen, és így többet beszélgetünk úgy egymás között, hogy jobban összehozza a csapatot, tehát szerintem ezzel nincs probléma, hogy elveszik a telefonot. És egyébként ebből semmi zúgolódás nem volt? Nem, ebből a szigorból. Lenni. Egyébként ez a fajta szigor, ez különleges a hoki világban is? Nem. Tehát nagyon komoly csapatoknál, Kanadánál is ezt csinálják. Elveszik a játékosoktól, meg a Facebookot, akkor így lekapcsolják nekik, ilyesmi. Tehát teljes cenzúra van. Persze, erre van precedens. Na most egyébként szerinted milyen koncentráció növekedést hozott ez a kommunikációs szigor? Te hogy érezted? Hát én úgy érzem, hogy többet voltunk együtt, tehát mondjuk egy ebéd után nem mindenki fölment nyomkodni a telefonját vagy a kütyűt, hanem mindenki lemaradt, mi beszélgettünk, persze. Nem? És azért ez úgy jobban összehozza a csapatot szerintem. Na most ilyenkor, még csak egy kicsit hagyj kíváncsi is vagyok a részletekbe, az, hogy egy közösség együtt van mondjuk egy ilyen világbajnokságon, és nem kütyűzik, akkor azon kívül, hogy dumál egymással, még mit csináltok? Tehát mint a csocsóztok, szóval mivel telik az idő, amikor mondjuk nem edzeni kell, meg videózni?
Hát a szállóban minden este kártyáztunk, általában az egész csapat. Aztán volt egy brigád, aki országvárosozott, vagy szóláncozott egész nap. Ők azt csinálták. Hát ilyesmik voltak, tehát valakinek a szobájába összegyűlt a nagy része, akkor kártya volt, beszélgetés. Aha. Tehát valamit mindig találtunk. Nem olyan rossz dolog ez, ha belegondolunk, nem? Persze, elég jó. Na most, hogyha megnézzük és végig szántjuk ezt a mezőnyt, hogy az a válogatott vég szántotta, melyik az értékesebb vajon? A 36 gól az 5 meccsen, vagy a 2 mérkőzés kapott gól nélkül, másik 2 meg 2-t kapva? Vagyis akkor támadás vagy védekezés? Hát, ha megnézzük mindegyik meccset, akkor én azt gondolom, az a csapatjáték, amit játszottunk, az a legértékesebb, hogy minden meccsen jobban tudtunk játszani. Az elsőt egy kicsit döcögősen kezdtük, és utána szépen beindult a szekér. Ott volt egy holland meccs, ami 7-5 az eredményjelzőn, de ott egy 60 és 8 kapulós arány volt, tehát inkább szerencsétlenek voltunk, mint szerencsések, de a litvánok ellen mindenki nagyon felkészült, és a litván csapat nem tudott reagálni a mi játékunkra, pedig láttuk, hogy ők is készülnek, de a 8-2 azért azt mutatja, hogy nem tudtak mit húzni az első harmad után bekövetkezett gólzáporra. Egyébként az a litván meccs volt leginkább játékosként a sorozatban a legjobb élmény? Hát természetesen ez volt a döntő mérkőzés, tehát hát mindenki úgy készült rá, és majdnem, tehát szerintem teltház is volt egyébként a csarnokban, rengetegen voltak, és úgy jó volt ennyi ember előtt játszani, és ugye az egész csapat összejött, és mindenki tudta, hogy ez nagyon fontos, és így tudtuk ezt megnyerni. Na most te, Bence, védőként a kérdés ugyanez neked. Egyrészt van egy jó védő teljesítménye a csapatnak, másrészt meg szórta a gólokat. Elő vagy hátul jobb a társaság? Hát szerintem ezen a világbajnokságon elő voltunk jobbak a lőtt gólok miatt, de azért nagyon fontos, hogy minél kevesebb góllal le tudjunk hozni egy világbajnokságot. Ez minél magasabb a szint, annál fontosabb. Én úgy gondolom, hogy ilyen kevés gólt kapni egy világbajnokságon, az elég jó teljesítmény. Hát igen, az már egy király dolog úgy lekorcsolyázni, hogy mondjuk nulla, igaz? Tehát persze, mind a kapusoktól, és mind a védőktől és a csatároktól, mert azért okiban elég a védekezés is 5-5, és nagyon fontos, hogy mindenki kivegye a részét, és szerintem ezt jól csináltuk végig a világbajnokságon. Egyébként elől és hátul te védőként mely társaidat emelnéd ki leginkább? Hát elől mindenképp az első sorunkat, Kalló Vilmos, Erdélyi Csanád, Keresztúri Erik, hátul pedig Jászai Dávid és Vokla Roland. Neked egyébként ebben a válogatottban az könnyebbség volt, hogy ha akár hátul is nézzük, azért jó sok mackok is volt a társaságban. Hát igen, ez így lett kiválasztva. Elég sokan voltunk, mindenki régóta ismeri egymást, de azért a többi klubokkal is mindenki jóban van. Tehát úgy nem volt ilyen klub megkülönböztetés a válogatottba, tehát mindenki mindenkivel jóban van, és szerintem nem számít, hogy honnan jönnek az emberek, csak az, hogy együtt hogy tudunk játszani. Na most akkor ez a kis időre kisiklott szerelmény most visszazökkent a megfelelő menetirányba, és nyilván a legfontosabb majd az, hogy ebből a csapatból hányan képesek beépülni a nagy válogatottba. Mennyire nehéz kérdés ez mindkettőtöknek, kíváncsi vagyok a véleményére így végül. Tehát, hogy igazából itt mekkora a szakadék a juniorok és a felnőttek, tehát mekkora ugrás lesz ez a juniorból stabilan ott lenni a felnőtt válogatottban? Ugye a tavalyi évben két játékos, a Vince Pet és az Erdély Csanád már megmutatta, hogy be lehet kerülni és ott lehet ragadni, de minden évben újraindul ez a bizonyítás akár az úgymond felnőtt top játékosoknak is. Viszont látni kell azt, hogy aki a juniorban mondjuk egy elsősoros góllövő ember, az a felnőttben nem biztos, hogy egyből egy elsősoros góllövő emberként tud berobbanni, hanem át kell venni más szerepeket, akár egy negyedik soros ütköző, küzdő, harcoló, blokkoló játékos szerepet, és így szépen lépkedni kell fölfele, de biztos vagyok benne, hogy a Csárna Mazur februárban, ha nem is sok játékosnak az olimpiai selejtező tétje miatt, de áprilisban szerintem 6-7-8 vagy 10 játékosnak is szerepet fog adni a felkészülés során. Tehát annyian biztos csapatban megpróbálhatják majd. És ez a vége, Bence, ezt megérzem tőled, ugyanez igazából. Játékosként te hogy érzed? Ez mekkora ugrás lesz vagy lenne? Hát azért elég nagy a különbség egy junior és egy felnőtt válogatott között. Tehát azért segít, hogy sokan ebből a junior válogatottból a felnőtt
MOL-ligába játszunk, de még így is azért nagy a különbség. Nagy a különbség. Tehát attól, hogy valaki, ahogy az Attila is mondta, elsősoros a juniorba, az nem azt jelenti, hogy ő elsősoros vagy akár negyedik soros tud lenni a felnőttben. Tehát nagy a különbség. Nagy a különbség. Urak, mindesetre gratulálunk a VB győzelmhez, és további sok sikert, majd följebb is a felnőttek között jöjjön csak össze. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.